Évente egyszer egy 2011-es törvény alapján kötelező minden nemzetiségi önkormányzatnak közmeghallgatást tartani. A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolta korábbi ülések eredményeiről, amiből idén a szükséges 4 találkozón túl még 3-at tartottak, a sűrű programok és egyéb feladatok miatt. A döntések egyrészt magukra a programok megszervezésére irányulnak, illetve annak az anyagi forrásainak a előteremtésére, illetve beosztására, valamint döntéseket hozunk általában különböző szervezetekkel, intézményekkel, közművelődési vagy egyéb együttműködési megállapodás céljára. Ezek azért fontosak, mert így tudjuk például az iskolán belül a német oktatást vagy egyéb programot támogatni, vagy itt a múzeumban, ahol most is vagyunk, a különböző olyan nemzetiségi programokat, amelyek most már hagyományosan éves szinten sorozatban zajlanak, például az a Cugásztén Múzeum program. Ugyancsak támogatjuk az agostyáni időseket, hiszen Agostyán városrészben nagyon sok német nemzetiségű él, és ezt minden évben fontosnak tartjuk, hogy ott részt vegyünk, és hát valamilyen anyagi dologgal, apróságokkal, valamivel támogassuk őket. Hagyományosan visszatérő feladat lesz jövőre is a német nemzetiségi kórus találkozó, ahol igyekeznek nem csak az idősebbek, hanem a fiatalok kedvére is tenni majd a repertoárban, azért, hogy a különböző generációk találkozhassanak. A szervezőkre ugyanakkor már januárban nagy feladat vár, a második tatai megyei svábbál. Ugye azt tudni kell, hogy azért Tata város német önkormányzatának kicsit másabb a tevékenységi lehetősége és a köre, mint egy-egy településnek, egy-egy falunak, hiszen itt többnyire a környező falvakból beköltözőkből is alakult a német közösség, és az ő megszólításuk a nagyvárosban sokkal nehezebb. Nem teljesen ugyanaz az élmény, mint ugye a falu közösségben, ahol mindenki ismer mindenkit, és több egyesület is működik. Nálunk ezeknek a támogatására, kialakítására is törekedni kell. A lakosság részéről javaslat érkezett arra is, hogy a szokásos kórus találkozó mellett zenekaroknak is szervezzenek összejövetet, amit az önkormányzat örömmel vett, és a tervek szerint igyekszik majd teljesíteni.